November 12-én rendezik meg városunkban a Mártonnapi Vígasság és Liba Futam Kiskürösön elnevezésű eseményt, melyen számos programmal várják az érdeklődőket. A délután során a Kevi Petőfi Sándor általános iskolájának diákjai is műsort adnak Liba Galiba címmel. Az ötödikesek készülnek műsorral idén, mint egyébként minden évben is az aktuális 5. B osztály adja elő a műsort. Az alsó B folyamosoknak, első, második, harmadik, negyedikes B osztályos tanulóknak, ők tanulnak német nyelvet. A Kevi Petőfi Sándor általános iskolájában német nemzetiségi oktatás folyik, így a német nyelvterületről ismert mártonnapi ünnepre minden évben nagy hangsúlyt fektetnek. Ez minden évben így van nálunk, kivéve ugye a járvány időszak alatt, akkor nem volt, hogy a sportcsarnokban nálunk a ötödikesek előadják a mártonnapi műsort. Most a harmadik és negyedik B osztály fog még táncolni, egy ilyen betét lesz a műsorban, ők még most így kiegészítik, hogy feldobják a műsort, és aztán az első, második, negyedikesek pedig ezt megnézik. Utána zsíros kenyerezés, teázás van nálunk, együtt szülőkkel is, meg testvérekkel csatlakozhatnak, és együtt megyünk, így az első 5 év folyam lámpás felvonulással a városba, így zárul a program. Az intézmény diákjai az idei évben az általuk készített műsort 3 alkalommal adják elő. Először a Kevi óvodásai, majd az általános iskola alsósai nézhetik meg az előadást. November 12-én szombaton délután 3:30-kor pedig a város lakóinak mutatják be a Petőfi téren. Mindig arra törekszünk, hogy mindig egy részt ragadjunk ki a Márton legendából, most éppen a libák oldaláról közelítettük meg, most a libák állnak a középpontban a műsorban, elég vicces jelenetek vannak benne, de a Márton is megjelenik a színpadon, neki is van szerepe, úgyhogy jó műsor lesz. Az iskolában nagyon fontosnak tartják, hogy a német nyelv mellett a hagyományokat, illetve szokásokat is megismerjék a diákok. A Márton napra készülve a gyerekek elsajátítják a történetet, és az ehhez kapcsolódó német népdalokat is.